Sziasztok! Becslések szerint a Földön 8 millió fajból 1 milliót a kihalás veszélye fenyeget. Drasztikusan csökkent a közelmúltban az állatok és növények sokfélesége, az emberi tevékenységek, a földhasználat, a környezetszennyezés és az éghajlatváltozás következtében. A Természetvédelmi Világszövetség küldetése, hogy ösztönözze az összes társadalmat a természet megőrzésére. A szervezet részt vesz adatgyűjtésben és elemzésben, kutatásban, terepprojektekben, érdekképviseletben és oktatásban. 1948-ban hozták létre a Vörös Listát, melyen az élőlényeket a természetvédelmi státuszuknak megfelelően sorolják be. A lista évről évre bővül, jelenleg 134.425 faj található rajta. A súlyosan veszélyeztetett kategóriába a közvetlen kihalás előtt álló fajok tartoznak. Ezt a besorolást azok az élőlények kapják, melyek a felsorolt tényezők közül legalább az egyiknek megfelelnek. Ebben a videóban a Magyarországon is megtalálható súlyosan veszélyeztetett besorolású állatok közül mutatok be néhányat. Lila bíbic. Ez a madár elsősorban Oroszországban és Kazasztánban költ. A természetes élőhelyei a szubtrópusi vagy trópusi füves puszták, sivatagok, sóstavak környéke, valamint a szántóföldek. Vonuló faj, nagyon ritkán hazánkban is találkozhatunk vele. Fészkét a csupasz földre vagy alacsony aljnövényzet közé rakja, melyet fűvel és levelekkel bélel ki. Fészekalja 3-5 tojásból áll. A fiókák a kikelés után nem sokkal elhagyják a fészket. Viza. Európa legnagyobb édesvízi hala. Az ikrájából készül a beluga vagy fekete kaviár, ezzel függ össze, hogy a túlhalászás és az orvforgászat eredményeként állománya jelentős mértékben lecsökkent. A folyószabályozások során épített vízlépcsőkön elakad, és nem tud a folyók felsőbb részébe jutni, így mára élettere is nagy mértékben beszűkült. A washingtoni egyezmény döntése értelmében csak a tenyésztett halak ikráját lehet nemzetközi kereskedelmi forgalomba hozni. Rengeteg történelmi feljegyzést találhatunk magyarországi észleléseiről. 2010. novemberében Ercsinél jelölt vizabébiket engedtek a Dunába. Később az egyik jelzett viza el is érte a Duna deltát, ezáltal bizonyossá vált, hogy a Duna felső szakaszáról a halak valóban eljutnak tengeri élőhelyükig. Európai nyérc. Az európai nyérc állományai rendkívül megfogyatkoztak. Napjaink egyik legveszélyeztetettebb menyétféléjéről van szó. Szakemberek feltételezései szerint hazánkban már kipusztult, bár vita tárgyát képezi, hogy Magyarország jelenlegi területén valójában élte hajdanán. Elsősorban Észtországban, Oroszországban, Ukrajnában, Spanyolországban, Franciaországban és Romániában lelhető fel. Főleg a vizes élőhelyekhez kötődik. Simatok. A Dunában terjedt el, azonban ritkán a Tiszában és a Drávában is megtalálható, de az Araltóban, a Kaszpi-tengerben és a Fekete-tengerben is élnek állományai. A Duna és az Urál vízrendszerében élő, nem vándorló populációja áttért a teljesen édesvízi életmódra. A vándorló példányai tavasszal, nyáron és ősszel ívnak. Mezei hörcsög. Nyugat-Európában állománya jelentősen megritkult. Elsősorban az alföldeken, mezőgazdasági övezetekben fordul elő. Éjjel táplálékgyűjtés közben óriási területet jár be. Egész nyáron gyűjtöget, egy öregebb hímnek akár 3-5 éléskamrája is lehet, melyeket télire megtölt. A hímek és a nőstények külön, magányosan élnek, csak a párzási időben viselik el egymás közelségét. Teritoriumát mirigy váladékával jelöli meg. Számos ellensége van, a ragadozó madarakon kívül a közönséges görény és a róka. A Vörös Lista súlyosan veszélyeztetett fajai közé 2020-ban került fel. Vékonycsőrű póling. Annyira hasonlít a többi pólinghoz, hogy vegyes csapatban még a szakembernek is nehéz a megkülönböztetés. Szibériában a tajgán, tűzeglápokban, sásos nyíres területeken költ, ősszel Észak-Afrikába vonul. Közvetlenül a kihalás célén áll, a világon élő állomány becsült egyedszáma 50 körüli. Fészkét sáslevelekből készíti, fészekalja 4 tojásból áll.
Magyarországon vonulása idején jelenik meg, rendkívül ritka kóborlóként. Vágótok. Oroszországban Nyugat-Szibériáig honos, de megtalálható az Urálban és a Volgában is. A vágótok vándorhal, ívni a folyókba úszik fel. Egy részük már a folyótorkolat homok vagy kavicspadjain lerakja ikráit, mások messzire felhatolnak a folyókban. Ismeretesek állandó, nem vándorló formák is. Hazánkba csak igen ritkán jut el, legutóbb a Tiszában látták. Köszönöm, hogy velem tartottatok! Ha több érdekességre is kíváncsiak vagytok, akkor látogassatok el a weboldalunkra, és kövessétek a Facebook oldalunkat. Sziasztok!